hogy Orbán Viktor személyesen nyilatkozzon a mai döntésről, nyilatkozzon a hogyan továbbokról, nyilatkozzon arról, hogy ha már a Kúria, ha nem is direkt, de kimondta, hogy az árfolyamrés egy költség, és a törvény szerint, ha nincs benne a költség, akkor semmi se szerződés, akkor vajon jogosak-e a kilakoltatások és a végrehajtások? Erről nyilatkozzon, mint az ország első embere, mint az ország miniszterelnöke. Nyilatkozzon arról, hogy mikor fogják eldönteni végre, hogy a kilakoltatásokat, végrehajtásokat leállítják-e a mai döntés függvényében. Ezt várjuk Orbán Viktortól. Ez úgy lenne szép, ha mindannyian oda mennénk a házához. Hárman itt is el tudjuk mondani. Annak nincs értelme. De az, hogy ti egy ilyen teljesítménnyel följöttetek, hogy ott mindannyian az első hívó szóra úgy döntöttetek, hogy igen, megyünk, igen, megtesszük, azok az emberek megérdemlik, hogy ott a célban elmondhassák, és ott a célban állhassanak. Ha Orbán Viktor hazafi lenne, mint ahogy mondja magáról, akkor ő ide jönne most, és mindannyiótokkal kezet fogna. Hogy igen, magyar emberek, kiáltatok másokért. Kiáltatok azokért, akiket az uzsora elszegényített. Kiáltatok azokért, akiknek el akarják venni a házukat. Ti hősök vagytok, olyan hősök, akikből nagyon kevés, és ha megszámolnánk, körülbelül 200 van az országban. 200 olyan ember, aki bevállalta, aki szerintem jönni fog a jövő héten is. Ki az, aki jön jövő héten velünk? Ki az, aki hajlandó még egyszer felsétálni ide velünk? Ki az, aki hajlandó lenne az életét is áldozni Magyarországért? Hát Magyarország győzni fog, mert magyarok vagyunk, nem adjuk a hazánkat! Csak lehet, hogy legközelebb kocsikkal jövünk!